Végtári Bence, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A Strasbourgi Bíróság szerint megalázó bánásmód az, hogy a magyar jog nem biztosítja a felülvizsgálat intézményét, vagyis az elítéltnek nincsen későbbi szabadlábra helyezésre esélye. Miért ragaszkodik a kormány ahhoz, hogy ezt a jogintézményt kizárja a magyar jogban? Ez ugye a legbrutálisabb bűncselekmények elkövetőinél van így. Pár tucatnyian vannak csak így a magyar börtönökben, de ezek olyan bűncselekményt elkövető emberek, akik tényleg sorozatban rendkívüli kegyetlenséggel bántak el az áldozataikkal. Mi gondoljuk, hogy mindig az áldozat érdekét és az áldozat jogát kell előtérbe helyezni, és nem az elkövetőjét. Itt ebben a konkrét ügyben is, amiből az egész strasbourgi eljárás indult, olyan szeméről van szó, aki másokkal együtt néha felütött egy telefonkönyvet, kiszemeltek egy áldozatot, megnézték, hogy ez egy magányos idős embere. Ha igen, akkor betörtek hozzá, elvették tőle az összes értéktárgyát, több mint kb. 30 ilyen rablást követtek el, és volt egy 70 és 80 év fölötti áldozat, akit úgy megvertek, hogy meg is halt, mert addig verték, amíg el nem mondta, hogy hol vannak az értéktárgyai a lakáson belül. Tehát itt rendkívül kegyetlen bűnözőkről van szó. Akiket meg kell fosztani attól a lehetőségtől, hogy felülvizsgálják az ítéletet, hogy mikor lehet szabadon bocsátani őket. Ez egy álláspont a kormány részéről, de nem egyezik teljesen az európai jogok, európai egyezményével a strasbourgi bíróság szerint. Tehát a kérdésem az, hogy a felülvizsgálat esetén is azért van arra mód, hogy a felülvizsgálat az hozza ki, hogy börtönben kell megmaradnia élete végéig. Tehát végre a kormány álláspontját megbicsaklik, hogy még felülvizsgálat esetén is van erre esély, és akkor nincs ütközés az egyezménnyel, amit Magyarország aláírt. Ezt is azt végignézhetjük, hogy a büntetőeljárás során ugye fellebezésre lehetősége volt. Tehát a jogorvoslati jogát kimerítette addigra a bíróságon, amire ezt a döntést meghozták, hogy neki valóban az élete végéig börtönben kell lenni. Ha megnézzük az Európai Unió országait, akkor azt láthatjuk, hogy Olaszországtól Dániáig, Hollandiától Franciaországon keresztül Angliáig nagyon sok országban vannak ilyen vagy hasonló lehetőségek. Van olyan ország, ahol bizonyos bűncselekmények miatt kötelező valakit valós életfogytiglani börtönbüntetésre ítélni. Van, ahol, mint a magyar rendszerben, lehet ilyenre ítélni, de lehet olyanra, hogy felvizsgálják, és adott esetben 25 év múlva más döntést is hozhat a büntetés végrehajtási bíró. Van, ahol pedig nincs ez az alternatív lehetőség. De az Európai Unió országainak több mint egy harmadában van ugyanilyen lehetőség. Ez nem egy magyar-európai vita, ez nem egy közép-európai kontra Strasbourg vita, hanem itt nyugat-európai országok is ugyanúgy érintettek benne, hiszen akik valóban a bűnözőkkel szemben szeretnének fölépni, és nem szeretnék azt, hogy az állampolgárok féljenek, hiszen gondolják el, hogy 25 év után is mit érezne az, akinek a szomszédjából visszaköltözne egy ilyen 30-szoros rabló és 2-szeres gyilkos. Tehát azt gondolom, hogy az államnak mindig elsőbben a törvénytisztelő polgárokat kell megvédenie. És vajon ezt az érvet, amit most elmagyarázott a nézőknek, és ezt tisztelni fogja a strasbourgi bíróság, hogyha önök fellebeznek, egyáltalán van-e fellebezési joga a kormánynak az elsőfokú ítéleten? Hogy megy a menet most a következő hónapban? Úgynevezett nagykamarához lehet fordulni ennél a bíróságnál, amit egyébként korábban kimerítettünk, hogy a Vörös Csillagügyben is ez a bíróság hozott döntést. Onnan azt mondták akkor, hogy a Vörös Csillagot szabadon lehet használni, mert nem önkényuralmi jelkép. Úgyhogy itt egy második fordulóra is esély lehet, akkor, hogyha a nagy kamara előtt egy speciális bírói tanács azt mondja, hogy ez a második kamara az nagy kamarához mehet, és itt nem csak Magyarországnak vannak ilyen ügyei, hanem Angliában is máshol is vannak ugyanilyen ügyek, hiszen más országok is szigorú büntetőpolitikát szeretnek bevezetni, a törvénytisztelő polgárok oldalára állni. Ráadásul Magyarországon ez nem a kormánynak volt pusztán az elképzelése. Nemzeti konzultációban megkérdeztük az embereket, és a 920 ezer ember, aki erre válaszolt levélben, azok közül 94% azt mondta, hogy igen, szigorítsunk, vezessük ezt be a büntetőtörvénykönyvben, és megteremtettük az alaptörvényi lábát is. Ennek a bíróságnak pedig jogi lehetősége nincs arra, hogy az alaptörvény átírására kötelezze Magyarországot. Szükséges, hogy figyelembe vegye a magyar emberek akaratát, vagy pedig egyszerűen csak megnézi az egyezmény szövegét, és megítéli az ügyet. Nem vette figyelembe semennyire a magyar embereknek a szükséges, hogy figyelembe vegye mondjuk a következő eljárás esetén. Az igazságosság követelményét szerintem szükséges lett volna figyelembe vennie, és azt nem vette kellően figyelembe ez a bíróság, hiszen itt valóban nyilvánvalóan mindenkinek van emberi méltósága, ezért ellenezzük a halálbüntetésnek a bevezetését, pedig itt rendkívül kegyetlen, szívtelen bűnözőkről van szó, akik brutális kegyetlenséggel vitték végig ezt a bűncselekmény sorozatot, és jó pár ilyen van még a börtönökben. Nyilván az emberi méltóságokat alapvetően tisztelni kell, ezért nincs halálbüntetés Magyarországon, de az emberek többségének, vagy több mint 90 ember, vagy 10 millió embernek meg ahhoz van joga, hogy biztonságban érezze magát, és ne féljen ezektől az emberektől. Ezért mondtuk azt, hogy akkor ők legyenek életük végéig
Rács mögött. Igen, világos a magyar emberek igazságérzetét ez piszkálhatja, csak ugye nagyon nagy kérdés, hogyha a kormány és ugye a miniszterelnök megszólalt az ügyben, és azt mondta, hogy ez botrányos dolog, és ragaszkodni fognak, hogy a magyar jogban ezt a jogintézményt megőrizzék. De akkor az azt jelenti, mivel ez egy precedens ügy, tehát gyakorlatilag itt Magyar László ügye után bármilyen tényleges életfogytiglani szabadságvesztése ítélt, oda fog fordulni ez a bírósághoz, és súlyos kártérítést kell majd minden esetben fizetni a magyar államnak. A kérdésem tehát az, hogy a kormány meg fog-e hátrálni, változtat-e a jogszabályon, vagy nem? Nem kívánunk meghátrálni, először is ez az ügy még nincs elveszve, hiszen első fokon valóban elmarasztalta Magyarországot, de ott van a másodfoknak a lehetősége, úgyhogy nyilvánvalóan itt még nem egy lezárt ügyről beszélünk, ezen a téren más európai országnak is ott van a példája. Értékelheti azt is a Strasbourg-i bíróság, hogy az elnöki kegyelemmel, ha valami nagyon különleges helyzet van, akkor az illető kikerülhet a büntetés végrehajtásból. Értékelheti azt, hogy igenis a büntetés végrehajtás körülményei között, hogy hogyan tartott kapcsolatot a külvilággal, végezhet-e munkát, mennyi időt tölthet testmozgással, hogy fogadhat csomagot, és sok más esetben is van lehetőség arra, hogy értékelje azt a büntetés végrehajtást, ha valaki valóban ott jobban együttműködő, vagy azt, hogy teljesen antiszociális továbbra is a börtönben. Tehát van még itt lehetőség azért, hogy valamelyest kevésbé hátrányosan legyen, de a börtönfalain belül legyen az illető. Tehát ezt a másodfok értékelheti, nem vagyok abban biztos, hogy más döntést hoz, de úgy gondolom, hogy a magyar emberek 94%-ának egyértelmű akarat értelmében a kormány nem is tehet mást, mint az emberek érdekét szolgálja ebben a kérdésben. Lesz egy fellebezés, és van egy másik ügy, szintén ugyanennél a Strasbourg-i bíróság előtt. Áprilisban az első fokon már meghozta az egyházügyi törvénnyel kapcsolatos döntését. Kimondták, hogy a jogszabály sérti az érintett vallási csoportok egyesülési jogát és vallásszabadságát. Én pontosan tudom, hogy ezzel az ítélettel nem ért egyet. A kérdés az, hogy július elején lejár a határidő a fellebezésre, fogja a kormány fellebezni az ítéleten? Ahogyan is mondja, júliusban jár le ez a határidő, tehát addig az új kormánynak még lesz lehetősége pontosan mérlegelni a különböző részeit ennek a döntésnek, ítéletnek. Nyilvánvalóan korábban nem véletlenül hoztuk meg ezeket a döntéseket. Maga az ítélet is bár utal az alaptörvény 5. módosítására, de azt tartalmilag nem értékeli, és ettől függetlenül olyan hiányosságokat sorol föl, amelyek véleményünk szerint az alaptörvény 5. módosításában szerepelnek. Tehát a törvény nem kell változtatni az ítélet szerint. Én úgy gondolom, hogy ha értékelték volna, fizetni, ugye, a kisegyházaknak esetleg. Hát itt több körös, első körben valóban egy megegyezésre indította a feleket a bíróság, de hát ez a megegyezési 6 hónapos folyamat sem indul el, addig, amíg nem jogerős maga az ítélet, tehát itt azért legalább egy évnyi lauf van addig, amíg valami ebből kijön, de mi úgy gondoljuk, hogy egyrészt az Európa Tanács másik szerve, ami nem a Strasbourg-i bíróság, hanem a Velencei Bizottság, egyszer már értékelte a magyar vallásügyi törvényt, egyházakról szóló törvényt, és azt mondta, hogy egy széles és liberális kerete a vallásgyakorlásnak. Ezután furcsa az ET másik szervétől, a Strasbourg-i bíróságtól azt hallani, hogy mégiscsak sérti a vallásszabadságot. Itt mi szerintünk egyértelműen csak pénzügyi támogatásokról van szó, nem vallásszabadsági kérdésről, hanem állami támogatási kérdésről, abban pedig az ilyen típusú felekezeteknek plusz 150 millió forint külön nekik lehívható támogatás az idei költségvetésbe beépített. Államtitkár, egy utolsó kérdésem lenne, egy friss hír, amit a nézők biztos hallottak a híradásokból. A szlovák köztársasági elnöki hivatal egyik osztályvezetője magyarokat szidalmazott, két magyar nőt szidalmazott Pozsonyban, amiért magyarul beszéltek. Ön szerint ez a második Marin Hedvig ügy, vagy más jellegű ügyről van? Szóval egyáltalán van-e ilyen ügyben a magyar kormánynak bármilyen teendője? Teszem, a magyaroknak mindenhol tisztelet kijár, és Magyarország mindenhol minden magyart meg is védett. Lehettek vajdaságiak, kárpátaliak, erdélyek, vagy felvidékiek, tehát nekünk erkölcsi kötelezettségünk az alaptörvény szerint is mindenhol minden magyar egyéni és kollektív jogaiért egyaránt kiállni. Nyilvánvalóan az Európai Unióban és máshol is tűrhetetlen, hogy valaki másra a nemzetisége vagy nyelve miatt ilyen kijelentéseket tegyen, és talán az Európai Uniónak ez lenne az egyik funkciója, hogy az ilyesfajta megnyilvánulásokat a lehető minimumra, sőt, megszüntesse, és nyomást gyakoroljon, hogy ilyen esetekben elégtételt adjanak, bocsánatot kérjenek. Világos, főleg annál fogva, hogy nem egy átlag szlovák ember volt, aki részegen ült egy bárban, hanem egy olyan részeg volt, aki az elnöknek az embere. Erről mi a kormányzat véleménye, vagy akár az ön véleménye, hogy egy tisztségviselő, aki 14 éve dolgozik a hivatalban, ilyen szavakat mondott a magyarokra? Egyrészt az a tisztségviselőnek az ügye, hogy ő neki kell megkövetni azokat, akik ellen ilyen degradáló megjegyzést tett.
Másrészt nyilvánvalóan az ő munkáltatójának kell egyértelművé tenni, vagy főnökének, vagy politikai vezetőjének, hogy ezzel ő nem ért egyet, és őnek is bocsánatkérésre kell felszólítani az alkalmazottját, hiszen nem vetülhet rá annak az árnyék, hogy akár hallgatólag is ezzel egyetért. Nem tűrhető el sem Pozsonyban, sem Budapesten az, hogy bárki leköbdösrön, vagy ilyesfajta jelzőkkel illessen magyarokat. Tétvári Bence, köszönöm szépen, bejött hozzá. Én is köszönöm szépen.